Három tipp a profi manifestációhoz. Sziasztok, áldás mindenkinek! Picit ki fogjuk vesézni mélyebben a manifestációt. Kezdjük azzal, hogy maga a kifejezés mit jelent. Demonstrálni, megjeleníteni valamit, ami korábban csak a képzeletünkben létezett. Tehát ugye azt már mondanom se kell, hogy a manifestációnak ugye mik a fő szabályai. Tehát szívből teremtsünk, ne egóból, ne legyen ott a hiányállapot. Tehát tényleg erről vannak fent videóink, nézzétek meg, és érteni fogjátok. Tehát itt megjelenik az elmédben, amit szeretnél, és teszel érte. Ugye sehol sincsen sült galamb. Tehát a manifestációnkért is tenni kell. Például elkezdünk manifestálni pénzt, de ha jönnek a jelek az életbe, hogy ide kell mennem azért, hogy ez megvalósuljon velem, vagy ezt kell megtennem, akkor ezeket ne nyomd el, hanem megtedd. Most pedig nézzük meg ezt a három egyszerű alapelvet. Mindannyian kapcsolatban állunk egymással, a tudatalattinkon keresztül, de energiákból állunk. És ami bennem megvan információ, az megvan másban is. A kérdés már csak az, hogy ezt előbbire-e hívni, tehát előbbire-e hívni magadból. És itt úgy képzeld el, hogy van a kollektív tudatunk, tehát úgymond bírunk a másik emberre hatni. Nagyon fontos, hogy itt nem manipulálod őt, tehát nem erőltetsz rá senkire semmit, amit ő nem szeretne. Tehát amikor manifestálsz valamit, és a másik ember úgymond közreműködik benne, tehát úgymond segíti a te utadat, hogy a manifestációd elérjen hozzá. Tehát tudatalatt azt a programot kapta, hogy úgy cselekedjen, hogy segítse a te manifestációdat. Tehát a lényeg, hogy mindannyian kapcsolatban állunk egymással, és így amit kivetítünk dolgot, abban a segítségünk lehet egy másik ember. A második, hogy itt a tudatalattinkba egy programot beleültetünk a képzelőerőnk által. Nagyon tudatosnak kell lenni, hiszen a negatív manifestáció is manifestáció. Tehát amikor úgymond félelmet manifestálsz, kételyt, hogy de ez velem, mi van, ha ez nem történik meg velem, vagy amikor negatív dolgokat manifestálsz, az úgymond a pozitív manifestációd is lerezegtetett, csökkented. Tehát nagyon fontos az a mag, amit te elültetsz magadba, hogy mit szeretnél manifestálni. Tehát ha például te szeretnél gazdagságot manifestálni, akkor ne teremts olyan görcsös gondolatokat, hogy de miből fogom befizetni a számlákat. Hanem érd el azt az állapotot, hogy nincs hiányérzet. Tehát a képzelőerőnk lenyomatot hagy a tudatalattinkba. Itt egyébként érdemes kis dolgokkal kezdened, hogy úgymond félsz nagyobb dolgot bemanifesztálni, megteremteni. És hogyha egy kisebb dolgot sikerült bevonzani, akkor már benned lesz az a sikerélmény, és akkor könnyebben meg tudsz teremteni egy másik dolgot, amit be szeretnél vonzani. És a harmadik, hogy egy felsőbb intelligencia mozgatja a szálakat. Ezt nevezhetjük Istennek, univerzumnak, lényegtelen. Tehát itt úgymond leadod az információt a felső erőknek, hogy te mit szeretnél manifestálni, vonzani, és ez úgy mozgatja a szálakat, hogy sikerüljön. Ez egy sakjátszma, úgymond. De igazából mindig az Isten nyer, tehát sikerülni fog a manifestációd. A kérdés csak az, hogy mikor. És hogy te mivel segíted elő, mivel feltételezed elő, hogy ez sikerüljön. Jó, azt még hozzá szeretném tenni, hogy minden manifestációnak párosulnia kell a kitartással. Tehát, hogyha fél úton feladod, akkor nem feltétlen fog sikerülni. Hiszen nagyon fontos a manifestációnál az, hogy sose görcsölj rá. Tudd, hogy ezt megkapod. Tehát érezd, képzeld bele magad abba a helyzetbe. Tehát, hogyha például beszeretnél manifestálni egy autót, akkor te érezd már azt, hogy ott ülsz és vezeted, szeled vele az utakat, hogy ez már a tiéd, hogy elmész tankolni, tehát nyugodtan vihetsz bele egy ilyen kis filmeket, egy ilyen leadott információt, úgymond a térbe,
és ezt beszeretnéd vonzani, és így úgymond kiveszed a térből. Tehát remélem, hogy ez így érthető. Ha nem, akkor tegyél fel kommentbe kérdést, és megválaszoljuk. Én mindenkinek sikeres manifestációt és teremtést kívánok, hasonló tartalmakért kövessetek, áldás mindenkinek, sziasztok!